Öttyözéses technikával díszített ékszerek, kövek, festmények, amelyek a foszforeszkáló festéknek köszönhetően éjszakai is különleges élményt tudtak. Ez egy absztrakt művészet, és ez egy pár évvel ezelőtt kezdődött. Ezt McLean, ausztrál születésű kanadai művész alapította. Chloe a világhálón találkozott ezzel a technikával, amelyel az ausztrál őslakosok díszítik tárgyaikat. Népművészetükből mára új festészeti irányzat született, a dotillizmus. Amikor megláttam, akkor azonnal beleszerettem, mert én kiskorom óta foglalkozom mozaik művészettel, és nagyon-nagyon megtetszett, hazamentem és kipróbáltam. Az első kötyök nem voltak tökéletesek. Eleinte csalódott is volt, hogy hát ez nem olyan lett, ez nem úgy sikerült, az már akkor is látszódott benne, hogy neki ez tehetsége van. Ő ebben meglátott valamit, meg tud valamit valósítani, amiért érdemes tovább gyakorolni, érdemes tovább csinálni. Chloe legelőször ékszereket készített. Próbálkozásai az üveglencséhez vezették. Ez egy félkész darab. Porcelán festékkel dolgozom, amit ki kell égetnem. Most még egy matt színe van az egésznek, és amikor kiégetem, utána felviszek egy réteg lakkot, egy fényes lakkot, és akkor a végeredmény valami ilyesmi. Amikor már rajta van a lakréteg, és akkor sokkal inkább hasonlít egy ékszerre. Ahogy tökéletesedett a technikája, megszülettek az első festmények is, amelyeket előrajzolás nélkül szabad kézzel alkot. Először megtervezem a fejemben, tehát elgondolom, hogy milyen alakot szeretnék megfesteni, milyen színekkel fog dolgozni. Ezen a festményen két ellentétes színt választottam, a pirosat és a kéket. A piros szín ezen a festményen nekem a szeretetet jelképezi, a kék pedig a nyugalmat. Ahogy haladok kifelé a mandalákból egyre nagyobb vannak a pöttyök, és aztán a fehéreket, a fehér színt használom arra, hogy egy kontrasztot. Chloe optimista személyiség, képei is ezt sugallják. Egyik célom, hogy bebizonyítsam, hogy a művészet az nem csak a szenvedésről és a fájdalomnak a kifejezéséről szól, hanem hogy hogyan tudjuk ezt az energiát átformálni, átalakítani, és valami szépé és pozitívá formálni. Legtöbb festményem egyébként világít a sötétben, és ennek pont az a célja, hogy hát egy olyan közeget szeretnék kialakítani, ahol mindig öröm, boldogság van, és ahol mindig süzemek. Nyiri Chloe szívéhez különösen közel áll a növény és állatvilág. Szeretetéből és tiszteletéből fakad a remény, hogy ábrázolásukkal a környezettudatos szemlélet elterjedését segít. Az alkotó a formákkal is szívesen játszik, így a kövek, kavicsok kedves dísztárgyán állnak a kezében. Ez az egyik kedvencem, hogy szabályos körformára készül, és annyira szabályosra sikerültek a kötők. Ez is előrajzolás és előfestésnek készül, olyan, mintha megmozdul. Ez a folyamatos körfordulásban nem jön, én napra fordulnak előtt. A pöttyözés és technika még csak most indul világ körüli hódító útjára. Chloe is alig 3 éve talált rá. Ez egész ott kezdődött, hogy ő otthon szépen magába elkezdett pöttyözgetni. Most már tanfolyamot is tart, ahol megosztja a tudását, és tulajdonképpen szerintem az élményt, a pöttyözés élményét másokkal.